Tehát, hölgyeim és uraim, 300 évvel ezelőtt, körülbelül 300 évvel ezelőtt, 1717. június 24-én egy hasonló helyen a Luthoz és Rostéhoz címzett londoni fogadóban, körülbelül ennyien, vagy egy kicsit kevesebben gyűltek össze férfiak, csupa férfi, és négy szabad könyves pálhoz tartoztak. Tehát ami 300 évvel ezelőtt történt, az nem a szabad könyvesség létrejötte, megalakulása volt, hanem a szervezeti formában történt egy fontos átalakulás. Az addig önállóan dolgozó páholyok közül néhányan elhatározták, hogy összeállnak és egy nagy páholyt fognak alakítani. És úgy alakult, hogy a történészek ezt a pillanatot tekintik a modern értelemben vett szabadkönyvesség születésének. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy a szabadkönyvesség 300 évéről szól ez az előadás. Úgy gondoltam, hogy úgy építem fel ezt a kis előadást, hogy az elején a néhány definíciót, két vagy három definíciót olvasok fel, azokat próbálom értelmezni, utána adnék egy kis egyetemes történet, egy kis magyar történeti áttekintést, és a végén a mai helyzetről beszélnék. Nézzük tehát ezeket a definíciókat, amelyek részben semlegesek, részben nem semlegesek. Nézzünk egy semleges definíciót. A szabadkönyvesség önmeghatározása szerint filozofikus, filantropikus és progresszív mozgalom. Hát ez elég sok értelmezésre fog szorulni. Nem politikai, hanem etikai célú szövetség, célja a páholyoknak nevezett kis szervezeti egységeiben együtt munkálkodó testvére, erkölcsi csiszolása, azt remélvén, hogy így a társadalmak is tökéletesedhetnek. Tehát ez az egyik definíció. Nézzünk egy másik definíciót. A szabadkőművesség jó hírű, szabad férfiak társasága. Ez már egy visszafogottabb definíció. És nézzünk egy harmadik, nem túl barátságos, lehet találgatni, hogy vajon mikor és milyen környezetben írták ezt. Alapszabályával, szervezeti felépítésével és tagjainak megválasztási módjával a szabadkőművesség kizárólag a kispolgárnak a többi társadalmi osztályokba beépítését célozza. A szolidaritás az intézmény alapja, akadályt jelent a proletariátus munkájában. A szabadkönyvesség által hirdetett szabadság, polgári értelemben vett szabadság, és ez szemben áll a proletár diktatúra elvével. Szertartásaival a szabadkönyvesség a vallásos szokásokra emlékeztet, és tudjuk, hogy minden vallás megmérgezi a népet. A szabadkönyvesség hatalmas társadalmi erőt képvisel, és tevékenységének titkosságával, tagjainak vég nélküli titkolózásával államot képez az államban. Hát ez három eléggé különböző definíció. Most próbáljunk akkor utána járni, hogy hát nem is, hogy mi az igazság, hanem hogy mit tudunk róla. Kezdjük az a három pillérével a szabadkönyvességnek. Mozgalom, tehát nem párt, nem egy stabil, hierarchikus intézmény, hanem egy mozgalom. Egy olyan mozgalom, amely különböző országokban, különböző módokon, különböző időpontokban indul, különböző egységei vannak, belülről is sok viták zajlanak, de egy mozgalom, tehát nem nehéz azt mondani, hogy van egy világ fő szabadkőművessége, és annak vannak alrendszerei, egy mozgalom, erre majd még visszatérünk, hogy ez hogy működik. Mit is csinál ez a mozgalom? Egyrészt filozofál. Miről filozofál? Nem a szónak a szakmai filozófiai értelmében, hanem megpróbál olyan alapvető kérdésekkel foglalkozni, hogy mi is az élet értelme? Mi az, hogy munka? Mi az, hogy társadalom? Mik az létezés különböző formái? Hogyan lehet befolyásolni a létezés különböző formáit,
Nagy általános filozófikus kérdésekkel foglalkozik, majd azt mindjárt meglátjuk, hogy hogyan. Következő a filantrópikus. Filantrópikus tehát próbál jótékonykodni. Jótékonykodni a szónak a legtágabb értelmében, lehetőség szerint nem pusztán olyan módon, hogy alkalmanként pénzt gyűjt, hanem megpróbál olyan intézményeket létrehozni, amelyeknek aztán a fenntartásával a társadalmat, a társadalmakat, amiben él, tökéletesíteni lehet. A harmadik eleme ennek a meghatározásnak a legbonyolultabb, progresszív. A progresszió fogalma, különösen mondjuk az utolsó 20-30 évben rendkívül vitatott. Másképpen fogalmazva a progressziót úgy is definiálhatnánk, hogy annak a kérdése, hogy merre van előre. De hát kevesen vagyunk, akik ma igazán tudják, hogy pontosan merre is van előre. A szabadkönyvelség pedig erre törekszik, hogy filozófikus mérlegelések alapján, közben folyamatosan a társadalmat javítva, próbálja keresni azt, hogy mikor, hol, merre van előre. Nincs egy általános receptje arra, hogy mikor, honnan, merre, de mégiscsak minden körülmények között próbál előre lépni, valamilyen módon javítani próbálja annak a társadalomnak az életét, ahol éppen működik. Nem politikai, hanem etikai célú szövetség. Tehát nem valamilyen politikai cél érdekében működik, nem az a célja, hogy ilyen vagy olyan vagy amolyan politikai rendszer legyen, hanem a filozófiai mérlegelések alapján próbál olyan etikai szabályrendszereket, olyan etikai kódexszerűségeket kialakítani, amelyek elég rugalmasak ahhoz, hogy a legkülönbözőbb környezetekben legyenek alkalmazhatók. És állandóan figyel arra, hogy a körülötte lévő társadalomban sérülnek-e ezek az etikai értékek. Szervezeti egységei a páholyok. Páholyok műhelyeknek is szokták mondani, olyan kis egységek, ahol 10-20-tól akár 100-200 ember is összejön, és ezekkel a kérdésekkel foglalkozik egy rendkívül jól strukturált formában. Miért? Hogy csiszolja az ott lévő emberek, ott lévő férfiakat, abból a feltételezésből kiindulva, hogyha egymást csiszoljuk, akkor attól a társadalom is jobb lesz. Tehát ezek a legalapvetőbb elvek. Nézzük most egy kicsit részletesebben, hogyan jön létre egy ilyen páholy, hogyan zajlik ott a munka, és az ezzel a történelemben hogyan változott. Amióta 1717-ben létrejött ez az angliai nagypáholy, azóta nem egészen úgy jönnek létre a páholyok, mint korábban. Az elnevezés és a keret nagyon régi időkre megy vissza. Az időszámításunk előtti első évezrednek az elején kell keresnünk a végső, a történelem kútjának a legmélyebb részét, ahol mikor Salamon templomának az építését. Tudjuk, hogy Salamon templomát kétszer építették fel, kétszer rombolták le, de a Bibliában számos helyen jön elő ennek az építésnek a története. Az egyik nagy alapja ennek a rendszernek az emlékezés arra, hogy hogyan is történt ez a Salamon templomnak az építése, amely kirít az akkori építésekből, kétszer akkora volt, mint bármilyen más templom, egy kiemelkedően nagy jelentőségű dolog volt, és azok az emberek, akik ott dolgoztak, ahhoz, hogy ezt a rendkívül nehéz munkát sikeresen 7 év alatt építették föl, az első Salamon templomát időszámítás előtt 980-ban befejezve, hogy gondoljuk el az akkori technológiával, egy hatalmas épületet. Tehát ahhoz, hogy ezt ennyi idő alatt meg lehessen építeni, rendkívül összefogott, koordinált munkára volt szükség, és ezt a kőműves mesterek, legények és inasok közössége látta el.
ahhoz, hogy ebbe a csapatba bekerüljön valaki, nagyon komoly vizsgákon kellett átesnie, és ez az egyik nagy emlék, amire a kőművesek Páholy alapítása épül. Azok az emléke, hogy csak kölcsönös bizalom, testvériség, ez egy nagyon fontos elem, még el visszatérünk a szabadkőművességben, alapján lehet belátható időn belül sikeres eredményeket elérni. Tehát ez az egyik elem, amiért műhely merül fel, és gyakran ezek az együtt dolgozó kőművesek összejöttek munka után is, és ezt a társasági együttlétet elkezdték már akkor Páholy munkának nevezni. Most erre ráépültek a középkori templom, ráépült a középkori templomépítőknek a hagyománya, akik céhekbe tömörültek, jól tudjuk, és a C-be lépésnek is nagyon szigorú feltételei voltak. De nem csak általában mondjuk a kőműves C-be lehetett nehezen bejutni, hanem egy-egy kiemelten nagy, ugye mai fogalmat használ, a projekt résztvevő, tervezői és résztvevőinek a körébe is nagyon-nagyon nehéz volt bejutni, ezt szigorúan szabályozták, tehát ide bejutni, ez egy presztízs kérdés volt. Na most nem csak egy idő után, nem csak kőművesek, tehát az a szó szoros értelmében vett kőművesekre, építészekre volt szükség, hanem gondolkodni is kellett arról, hogy mit is csinálunk. Hát miért is építjük azt a nagy templomot? Az sem volt olyan egyszerű, és miért pont itt? És mivel ezeknek a páholyoknak rendkívül nagy tekintélye volt, bekéreckedtek oda nem kőműves emberek is, akiknek volt annyi társadalmi presztízse, hogy elfogadták őket, és ugyanakkor a kőműveseknek a horizontját tudták tágítani. Ez az egész középkorban megfigyelhetjük ezt, de van egy még két hagyomány, ami aztán szintén elvezet 1717-ig, amikortól kezdve egy új formában jönnek létre a páholyok. Az egyik a lovagoknak, a lovagságnak az intézménye, ami szintén a szolidaritásra, együttműködésre épít nagy célok érdekében, és a harmadik pedig egy ilyen kicsit ezoterikus vonulata a akkori társadalom és eszmetörténetnek, a rózsakereszteseknek a hagyományai. Ha most meg akarjuk érteni, hogy hogyan jön létre és hogyan működik egy ilyen páholy, akkor ezeket a hagyomány rétegeket, tehát a Salamon templomának az építésétől a középkori templomépítésig, a lovagságnak és a rózsakereszteseknek a hagyományai kell felfejteni. A 18. századra, mikor ezek a Lud és Rostéhoz címzett fogadóban összejöttek ezek a férfiak, hát valószínűleg nagyon kevés kőműves volt közöttük. Egyre inkább ezek a páholyok egy ilyen társadalmi elit csoportokká formálódtak, és a fő céljuk, ez a három elem volt, amiről beszéltem, hogy filozófiai alapkérdésekről beszélnek, próbálják filantropikus módszerekkel javítani a körülöttük élőknek az életminőségét, és beszélgessenek arról, hogy mit kell, hogyan lehet elő, mi is az előrének a tartalma. A bejutásnak fontos feltételei voltak, azóta is működő hagyomány szerint csak olyan országnak a nagy páholya, és azon belül a páholya is számítanak törvényesnek, elfogadottnak, amelyeket ez az angliai nagy páholya, amelyik 1717-ben jött létre, elfogad. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet máshol is ilyen páholyokat alakítani, és hogy nem működhetnek olyan páholyok, amelyeket nem fogad el az angliai nagy páholy, de azokat, akik elfogadják, nem regulárisnak tekintik. Attól még ugyanezeket az értékeket is kultiválhatják, mint azok, akik elfogadják az angliai nagypáholy vezető szerepét. Egy jól kialakított kiválasztási rendszer alapján jutnak be az emberek az első próbákra, amikor hát ezek persze csak szimbolikus próbák, és
ezeket megállván, ahol tulajdonképpen ennek a már rituálévá szelidült próbáknak a keretében egy új életet próbálnak felépíteni. Tehát ennek a rituálénak van egy ilyen újjászületés eleme. Tehát, hogy aki ide belép egy ilyen pálhújba, az hagyja kint a kinti életét, a mindennapi családi és munkájához kapcsolódó életét, és így próbáljon belépni egy olyan közösségbe, ahol az értéket, az egyes embereknek az értékét, legalábbis elfben, nem a külső, az életben elfoglalt helye, vagyoni helyzete, egyetemi vagy végzettség, vagy annak a hiánya határozza meg, hanem az, hogy annak a közösségnek mit tud adni. Ha megállja ezeket a próbákat, hogyha elfogadja ezeket a feltételeket, és vállalja a páholyba lépéssel kapcsolatos anyagi terheket, mert ugye ezeket valahogy fenn is kell tartani, ezeket a páholyokat, akkor először inassá válik, úgy, mint annak idején a hagyományos építők, aztán egy idő után, ha teljesít, akkor legényé válik, és ha megint teljesít, a mesteré válik, ez az adott helyzetben, adott helyzetekben, hogy mi a teljesítmény, az mindig attól függ, hogy milyenek az adott társadalmi körülmények, valamilyen filantropikus cselekedetet hajt létre, valamilyen filozofikus témáról tart előadást, vagy előadásokat publikál, tehát valamilyen módon egy teljesítmény tesz le az asztalra. Legalább 7 mesterszintű kőműves kell ahhoz, hogy esetleg egy új páholyt alakítsanak, tehát hogy mondjuk már van egy páholyban 40-50 ember, már túl sokan vannak, és akkor úgy gondolják, hogy akkor valakinek a vezetéssel kilépnek, legalább 7 kellenek hozzá, és ehhez az adott nagypáholynak az engedélye kell. Így a munkák páholyát válogatja, hetenként, két hetenként vagy havonta zajlanak, egy nagyon szigorú keretben. A nyitásnak, a zárásnak van egy fontos előírása, és annak is, hogy ki, mikor, hogyan szólalhat meg. Tehát általában tart valaki egy előadást, és akkor az hozzá lehet szólni, de mindenki csak egyszer szólhat hozzá, magához a témához, ezt külön értekezett vezetés szempontjából szerintem ez egy nagyon jó tanúság. Egy témához, ahhoz a fő témához egyetlen egyszer lehet hozzászólni, ezen kívül még egy alkalomban, amikor bármi más ügyről, ami úgy gondolja a páholytak, hogy érdemes többieket tájékoztatni, megszólalhat, majd, hogy a formálisat, az informálissal összekössék, egy úgynevezett vakolás következik, amit itt többen vakolnak most, ami azt jelenti, hogy egy informális vacsora zajlik, de annak is megvannak a keretei. Tehát a hagyományoknak a folytonos felújítása nagyon fontos eleme ennek a rituálénak, és a különböző lojalitások kifejezése. Tehát legalább 5-6-7 pohárköszöntőt kell mondani. Az első, ez ami a törvényességnek a tiszteletét jelenti, a mindenkori államfő tiszteletére. Függetlenül, hogy szeretjük azt az államfőt, vagy nem szeretjük az államfő tiszteletére kell. Pohárköszöntőt kell mondani, és itt hozok be egy érzékeny témát, a nővéreknek a tiszteletére. Mit jelentenek a nővérek? Ugye emlékszünk a definícióból, hogy arról volt szó, hogy férfiak, szabad férfiak, nem mintha nők nem lehetnének szabadok, nem erről van szó, az egésznek az alapelve még a kőművességre megy vissza, tehát ami férfi munka volt, és ennek a hagyománynak a megőrzéséről van szó. Ám de ugye a nővérek, akik lehetnek a feleség, lehet az édesanyja, lehet a nővér, lehet a barátnő. A nővér lényeg az, hogy valamilyen az adott
bőrünkhez közel álló földről legyen szó, az ő tiszteletükre is kell pohárköszöntőt mondani, és bele van építve az éves programba, hogy legalább évente egy alkalommal a nővérekkel is kell találkozni. Ennek az összekötetésnek a nővérekkel van egy nagyon szép rituális eleme, hogy akkor, amikor fölvesznek valakit, akkor a felvételi rituálinak egy része, hogy kap egy fél pár kesztyűt. Szép fehér. És azt a kesztyűt annak a nővérének adja oda, akit a legjobban lát, és hogyha az a nővér valaha, amikor ez a kőműves már nem él, ezzel megjelenik ott a páholyban, akkor segítenek neki. Hát, vagy segítenek, vagy nem. Tehát legalábbis szimbolikusan, igen. Ez átvezet ahhoz az államfőre mondott köszöntő, meg a nővérekre mondott köszöntő, hogy tulajdonképpen a munka belső részének a kivételével a működése minden szabadkőműves páholynak teljesen nyilvános. Tehát országa válogatja, hogy milyen formában kell bejegyezni, nálunk egyesületként vannak bejegyezve, de bejegyzett formában működnek, költségvetéssel, NAV-val, nálunk mindennel együtt, ahogy illik, és a mai világban ugye az interneten a legfontosabb tudnivalók a szabadkőmesség általában, és az egyes ország páholyairól mind hozzáférhetőek. És ezen kívül pedig vannak még esetleg nagyobb karitatív megmozdulások, ilyen volt a Magyar Szabadkőmesség történetében, például a Szabó Ervin könyvtárnak a létre, amit persze akkor nem, hanem fővárosi könyvtárnak hívtak, tehát abban nagyon fontos szerepet játszott a szabadkőmesség annak idején a 19. század végén, vagy a mentőszolgálatnak a kialakítása, az is egy szabadkőműves ötlet volt, vagy az iskolákban az ingyen tejosztogatás, tehát valamikor egy-egy ilyen nagy karitatív cél érdekében jönnek össze. Tehát ez a mindennapi élet, ma a világban lehet egy olyan, nem tudjuk pontosan, éppen azért, mert nem olyan központosítottan hierarchizált, olyan 40-50 ezer páholy, és lehet egy olyan 6-7-8 millió ember összesen, de ezeknek különböző kategóriái vannak, erről is beszélünk. És a páholyon belüli, ez a páholy tevékenysége, most a páholyon belüli viszonyok, ez is mondjuk a korszerű menedzsmentnek szerintem tanulhat belőle, hogy a hierarchikus elemek és az egyenlőségi elemek, azok nagyon funkcionálisan vannak elosztva. Tehát a tisztségviselők, van egy olyan 6-7 alaptisztség van egy-egy páholyban, ezek általában évenként változnak. És ami persze mondjuk nem mindenhol lenne jó, ha évenként változnának, de mondjuk egy ilyen páholyon belül ez egy nagyon jól mozgatható dinamikát jelent. És van, hogy valaki egy évig, de az is előfordul, hogy valaki 2-3 évig tölti be ugyanazt a posztot, mert újra választják. És akkor a hierarchiában nagyon egyértelmű döntési joga van. De utána visszakerül az egyszerű páholytagok közé, és aztán bárkire rákerülhet a sor, hogy ilyen vezető szerepet játszon. Tehát egyszerre van meg egy sajátos egyenlőség, és ugyanakkor egy adott esetben egy hierarchia is, ami a működést azért nagy mértékben elősegíti. Hát ennyit úgy általában. Na most nézzük a történeti oldalát, mielőtt a mai aktualitásra rátérünk. Tehát 1717 a kezdet, 18. századnak az eleje. A 18. század az egy, hát mindegyik évszázad izgalmas, de mondjuk a 18. század az egy különösen izgalmas évszázad. Szóval gondoljuk meg, hogy milyen volt a világ mondjuk 1717-ben, és milyen volt a világ mondjuk 1815-ben. Tehát közben volt az egész francia forradalom. És a francia forradalom az nem egyik napról a másikra
tört ki, az nem egy véletlennek a következménye, hanem hosszú-hosszú folyamatoknak a következménye, és ezek a folyamatok részben társadalomtörténetiek, részben eszmetörténetiek, kisebb mértékben mondjuk gazdaság és politika történetiek. Az alapvető európai társadalmi struktúrákat tekintjük, akkor ugye a meghatározó elem a 18. század elején, de hol az arisztokrácia. De főleg Angliában azért már nagyon sok polgári elem van. Polgári elem olyan értelemben, hogy a vagyonát építi, kereskedő árucserében vesz részt, de polgár abban az értelemben is, hogy a tudásából él. Tehát a független tudósnak az intézménye is lassan formálódik, és egy-egy társadalomnak az elitjében egy ilyen lassú keveredés alakul ki. Egy nagy tekintélyű orvosnak ugyanolyan presztízse lehet lassan, mint egy nagy földbirtokkal rendelkező arisztokratának, és az egymásra találás, hogy hol is beszéljük meg a társadalom aktuális problémáit ezen a filozofikus, filantropikus és progresszív alapon, ennek az egyik eleme a szabadkőműves páholy. Tehát nagyon sok ilyen értelemben vegyes összetételű, társadalmilag vegyes összetételű páholy alakul, és ha azokat a gondolatokat, amelyek intellektuálisan, mondhatjuk, előkészítették a francia forradalmat, ezeket nézzük, akkor ezeknek a kidolgozásában, nem a szónak a mindennapi napi politika értelmében, nagyon sok szabadkőműves vetés, hogy csak egyet mondjuk, Montesquieu is egy szabadkőműves volt, és amikor a hatalom és a politika problémáiról értekezett, akkor ezt szabadkőműves környezetben is előadta. Amit ez a társadalmi elit akkor érzett, az egyik, hogy egy nagy társadalmi nyomások vannak, nagy társadalmi feszültségek vannak, hogyan lehet ezt feloldani, hogyan lehet azt elkerülni, ami a végén megtörtént, ugye, hogy a forradalom törjön ki Franciaországban, de Angliában nem tört ki forradalom. Tehát valahogyan nem mondom, hogy a szabadkőművességnek meghatározó szerepe lett volna abban, hogy Angliában nem volt, Franciaországban volt forradalom, de mégiscsak, ha nem a szabadkőművességnek, de szabadkőműveseknek, tehát olyan gondolkodású embereknek, akiknek az agyát ez az együttműködés csiszolta, szerepe lehetett benne. Itt egy lábjegyzetként engedjék meg, hogy erre a csiszolásos metaforára kitérjek egy percre. A szimbolikának egyik nagyon fontos része a durva kő csiszolása. Tehát minden szabadkőművi munkában ki van téve egy durva, tehát egy megmunkálatlan kő és egy megmunkált kő. Na most ugye a követ azért kell megmunkálni, hogy bele lehessen illeszteni az épületbe. Tehát ez a szép metaforikus gondolat, hogyha meg tudjuk úgy egymást munkálni, hogy jól lecsiszoljuk egymást, nem túlzottan, de hogy épp passzoljon, akkor egy jobb, tökéletesebb társadalmat lehet felépíteni, de ugye azért ezek a gondolkodók is, akik ezeket az elveket kitalálták, realisták voltak, tehát nem úgy gondolták, hogy ez a munka bármikor véget érhet, tehát a durva követ folyamatosan csiszolni kell. És hogyha az egyik kővel megvagyunk, akkor meg jön egy másik kő, azt is folyamatosan csiszolni kell, tehát ez a durva kő csiszolása, ez egy meghatározó gondolat. Na most, ahogy így létrejöttek ezek a páholyok a 18. század folyamán, Angliában, Franciaországban, de más országokban is, Magyarországon is kitérünk, akkor azért nagyon eltérő nézetek jelentek meg. Franciaországban közelebb vitték az ottani szabadkőművesek, közelebb vitték a mindenkori napi politikai problémákhoz, például az egyház és a társadalom közötti viszonyhoz a vitákat, és ezért meglehetősen eltávolodtak az angliai páholyoktól. És így folyamatosan a
a 18-19. Század elejére két nagy vonulat alakult ki, amit ma nagyon leegyszerűsítve úgy mondjuk, hogy a szabadkönyvesség angliai, vagy angol, és a szabadkönyvesség a francia vonulata. Az egyik nagy elvi kérdés a napi tevékenységre eltekintve, az pontosan az Isten hittel kapcsolatban merült fel. Tudnélik az egyik megköveteli az angol vonal az Isten hitet, de a szónak a legtágabb értelmében, tehát arról beszél, hogy a világegyetemnek van egy nagy építőmestere. Ez szép metafora, a világegyetem nagy építőmestere, és ebben elkerüli azt, hogy egy páholyon belül különböző vallású emberek vannak, ki így tiszteli Isten, ki úgy tiszteli Isten, de valamilyen módon tisztelnie kell, mert a világegyetemnek van egy nagy építőmestere, és a munka alatt egy nyitott Biblia, vagy más szent könyv ki van téve, méghozzá úgy, hogy egy bizonyos oldalon két kőműves eszköz található, egy derékszög és egy körző. Tehát ez az építésnek, ez egy nagyon-nagyon szép szimbóluma. Tehát ennyit a durvakőről és az ehhez kapcsolódóan aztán a vitákról az angol és a francia szabadkönyvesség között. Ez a különbség a mai napig megvan. A francia vonulat ugyanis nem követeli meg ezt a szintű istenhitet, hanem valamilyen végső elvekben való hitről beszél inkább, és ez egy olyan kritikus pont volt, hogy a két irányzat eltávolodott egymástól. A francia forradalom előtt, alatt, Napóleon idején jelen voltak a szabadkőművesek, de a mindenkori csúcsszintű vezetők mondjuk, hogy hol támogatólag, hol félően viszonyultak a szabadkőművességhez, mivel a szabadkőművesség mindig próbálta megőrizni a teljes függetlenségét. Tehát soha semmilyen világi hatalomtól, semmilyen anyagi támogatás, soha semmilyen célra nem fogadtak el sehol a szabadkönyves páholyok, és minden karitatív tevékenységükre is saját maguk próbáltak mindig forrásokat szerezni. De Napóleon egy ideig támogatta, majd aztán elbizonytalanodott ebben, és nem engedélyezte a tevékenységüket. Ugye a 19. század folyamán, amikor aztán kialakul a Szentszövetség rendszere, a francia forradalom után, és itt háttérbe szorul a szabadkönyveseknek a tevékenysége. Nagyon markáns formában megmaradnak azonban a nyugat-európai és a kelet-európai társadalmakban is, azonban a napi politikától talán még inkább, mint korábban visszavonulnak. Az első világháború utáni helyzet, a két világháború közötti helyzet, aztán a diktatúráknak a terjedése, a háború természetesen nem kedvezett a szabadkönyvességnek. A németek által elfoglalt területeken, Németországban, a Szovjetunióban mindenhol betiltották a szabadkönyvességet. Volt, ahol keményebben jártak el a szabadkönyvesek ellen, volt, ahol puhában, de a tevékenységet nem engedélyezték. Nyugat-Európában és Amerikában aztán teljes körülön a II. Világháború után bontakozott ki a szabadkőművesség, azonban meglehetősen eltérő formában. A legtöbb szabadkőműves ma az Egyesült Államokban él, de az a fajta szabadkőművesség, amit ott gyakorolnak, eléggé eltér az európainak a meghatározott formájától. Miben? Nem beszéltem még arról, hogy azon kívül, hogy három foka van a páholyban dolgozó szabadkönyveseknek, ugye inas, legény, mester, vannak olyan irányzatok is a szabadkönyvességben, ez a tipikus, mind a
francia, mind az angol vonulatban. Vannak olyan páholyok, nagy páholyok is, amelyek több fokot ismernek. Tehát úgy gondolják, hogy az emberi tökéletesedésnek nem csak három foka lehet, hanem az úgynevezett skót rítus szerint, amit Skóciából, Franciaországba ment ír katonák alapítottak annak idején, a skót rítusnak például 33 foka van, és minden egyes foknak van valamilyen intellektuális meghatározója, amit arra a fokra érkezvén tanulmányozni kell. Tehát onnan mondjuk az első foktól a 33 fok, az 20-30 évbe is beletelhet, amíg valaki végigjárja ezeket a grádicsokat, de az amerikaiaknál ez dominál. Tehát nagyon jelentős, nagyon nagy mértékben van jelen ez a 33 fokú skót rítus, és a mindennapi tevékenységben kevesebb az intellektualitás, és több a filantrópia. Tehát látványos jótékonysági akciókat szerveznek, és ráadásul ezt láthatóvá teszik. Tehát mondjuk Londonban nem nagyon lehet olyat látni, vagy Párizsban, hogy mondjuk kivonulnak a szabadkönyvesek, és valamilyen felvonulás rendeznek. Amerikában ez nem ritka, mert nagyon büszkék arra, hogy ők szabadkönyvesek, és hogy milyen gyönyörű épületeket építetnek, és milyen sok jót tesznek a társadalommal. Visszatérve most a magyar vonulatra, ugye ez egy kis áttekintés volt az egyetemen, a szabadkövetség általános körben Magyarországon 1749-ben Brassóban alapítottak először páholyt, és a szabadkövetés élet kibontakozásának aztán több forrása volt. Az egyik, ugye 1749, ez Mária Terézia ideje, és Mária Terézia egyre jobb értékeléseket kap újabban Mária Terézia, ugye most már úgymond a régi a Habsburg gyarmatosításról, hanem a Habsburg építkezésről van szó, hogy mi mindent tettek a Habsburgok Magyarország, és ebben ugye Mária Terézia 40 éves uralkodása nagyon fontos szerepet játszott. Tehát az ő idejéről van szó, és az ő udvarában lévő testőr írók és testőrök, ugye ott Bécsben nagyon sok ezek nem csak katonák voltak, hanem gondolkodó értelmiségiek is, ott nagyon komoly értelmiségi közélet zajlott, és onnan nagyon sok ilyen érdekes módon, hogy pont ugye egy királynőnek a testőrei között terjednek a felvilágosodásnak az eszméi. Ezekből sokat hoztak haza, de nem csak onnan, hanem mondjuk nagyon sok gondolat jött be Lengyelország felől. Ugye Lengyelország ugye egy intellektuálisan hihetetlenül stimuláló világ, így a 18. században. Nagyon sok magyar arisztokrata van, akinek ugye lengyel vonatkozása, a magyar-lengyel együttérésnek és kapcsolatrendszernek hosszú története van. És érdekes módon az első a Brasson kívül, a Erdélyben majd a felvidéken kezdenek el páholyok terjedni. Ha meg akarjuk azt vizsgálni, hogy hogyan jutnak el a felvilágosodás gondolatai Magyarországra, ebben ezek a felvidéki szabadkönyves páholyok nagyon nagy szerepet játszottak, ahol szintén voltak arisztokraták, voltak tudósok, voltak polgárok. Egykori professzor asszonyom, H. Balázs Éva volt az, aki az 1960-as évek végén, 70-es évek elején kimutatta ezeknek a műhelyeknek a jelentőségét, hiszen egyik legszebb és legérdekesebb történészi téma az, hogy hogyan jutunk el 1848-ig. Hogyan jutunk el a polgári forradalmakig? Hogyan emészti meg mondjuk Európa a francia forradalomnak a tapasztalatát, a következő francia forradalmaknak a tapasztalatát? Ezek hosszú-hosszú folyamatok. Miért kell, mi a változásnak a gyökere?
ez a, ugye minden gondolkodó ember érezte, és erről rengeteget írtak, hogy az adott társadalmi struktúrákban, a nemzetközi kapcsolatok adott rendszerében rengeteg probléma van. Rengeteg probléma, rengeteg régi maradvány, a kölcsönös függőségeknek olyan rendszerei vannak, amelyek a hatékony gazdasági tevékenységet és az élhetőbb társadalmak kialakítását megakadályozzák. Magyarországon ugye ezek a legkorábbi formában ezek a gondolatok a Martinovics összeesküvés idején koncentrálódnak. Martinovics is szabadkőműves volt, és az összeesküvésben lévők nagy része szabadkőműves volt, de az ő gondolataikat aztán Isten igazából a reformkor bontja ki. Na most a Hábalás Évának és azoknak a történészeknek, akik a 60-as, 70-es évek fordulóján ebben elkezdtek foglalkozni, a nagy érdeme, hogy ezeknek a gondolatok Magyarország gyökereinek a legmélyebb elemeit a felvidéki szabadkönyves páholyokban találták meg, és az ezenken keresztül kialakuló kapcsolatokat. Na most ennek abban az időben, hogy a dolgoknak a történeti és a tágabb értelemben politikai jelentősége nem olyan, nem látható drámaian, de mégiscsak, ha visszatekintem, mondjuk meg akarjuk ítélni, hogy egy ilyen történészi teljesítménynek milyen politikai következménye van, hát akkor van, mert ugye a változásnak a lehetősége. Tehát ez arról szólt, hogy hogyan lehet változtatni. Na most, ahogy akkor ugye a 18. század végén, vagy a 19. század elején ugye, amikor levelik a Martinovics összeesküvést, az egész mondjuk konzervatív rendszer kialakulása a szemszövetségi rendszer idején úgy tűnt, hogy a stabilitásnak, a békének és a prosperitásnak, sokan úgy gondolták, az a legjobb formája, ha régi, ugye a koncertjét, a nagyhatalmak koncertjét, az öt európai nagyhatalom konzervatív elvi alapokon történő együttműködését helyreállítják. Ez egy teljesen elképzelhető és elfogadhatónak tűnő gondolkodásmód volt, hiszen gondoljuk meg, hogy hány áldozattal járt a francia forradalom, micsoda rendetlenség volt ott a francia forradalom idején, tehát hogy rendet kell csinálni, de voltak olyanok, és ezek azok, akik a szabadkőműves pályokban működnek, úgy, hogy hát azért ez nem biztos, hogy ez így a legtökéletesebb, lehet, hogy ez a rendszer átgondolásra szorul, főleg, ugye mivel a szabadkőműves páholyokon belül egyenlőség van, a függetlenül a világban elfoglalt helytől, nem jók azok a társadalmak, ahol ekkorák a társadalmi különbségek, és ilyen bonyolultak a függési rendszerek. Nem jó az a társadalom, megint tanulva a szabadkőművesi páholyok működéséből, ahol a kisebbségi gondolat, a kisebbségekhez fűződő gondolatoknak nincs helye, ahol nincs politikai reprezentativitás, ahol nem tudnak egymással a gondolatok szembesülni. Ezek nagyon nagy mértékben ezeken a csatornákon keresztül jönnek. Érdekes módon ugye az élet és a történelem milyen bonyolult, ugye Mária Terézia hát a stabilitásnak a szimbóluma, de a férje, a lotaringiai Ferenc, az bizony belépett Hágában egy szabadkőműves páholyba, ezért a Mária Terézia elég óvatosan bánt a szabadkőművesekkel, és a Velszi herceg Angliában tagjolt, tehát a csúcs arisztokrák és uralkodók között is voltak olyan, hogy a második Józsefet is megkörnyékezték, hogy mi lenne, hogyha ő, de hát azért mindennek van határa, tehát ő nem lépett be semmilyen pár. De ezek a gondolatok miután aztán betiltották, tehát a reformkor idején nem tudott működni Magyarországon a szabadkőművesség, ezek 1848 egy rövid időre visszajöttek, majd aztán a kiegyezés után bontakozott ki. De itt van egy pont, ugye Kossuth Lajos. Na most ugye gyakran beszélünk arról, hogy Kossuth Lajos szabadkönyves volt. Valóban így van, amikor 1852-ben ugye mai szóval PR úton járt Amerikában, ugye próbált híveket szerezni, ami ugye egy
meg van írva alaposan ennek a története, az elején hatalmas ünneplés, a végén pedig hát nagyon csendes hazautazás, és az összegyűjtött pénz az nagyjából a költségekre volt elég. Minden esetre Kossuth úgy gondolta, és mutatja a zsenialitását, tehát az akkori PR-nak a felismerését, hogy hogyan kell kapcsolatrendszereket építeni. Rájött arra, hogy a szabadkönyves rajok már akkor is Amerikában milyen fontos szerepet játszanak, és egy Cincinnatiba, egy ilyen páholyba be is lépett. Utána azonban, amikor aztán Angliában volt, emigrációban, nem legjobb tudomásunk szerint, nem dolgozott szabadkönyves páholyokban, mégis azon a jó néhány páholyt különböző helyeken neveztek el róla. De a szabadkönyvesség nagyon fontos szerepet játszott a Kossuth emigrációnak a belső életében is, mind Londonban, mind Párizsban, és részben ezek a Kossuth emigrációnak a hazatért vezetői, így például Pulszky, aki ugye a Nemzeti Múzeumnak is az igazgatója lett, és számos más tagja ennek az emigrációnak, volt a magyarországi szabadkönyvesség kiegyezés utáni ők voltak a legprominensebb személyiségek. Most a szabadkönyvesség ebben a kiegyezés utáni Habsburg monarchiában nagyon sajátos módon szerveződött. Ugyanis ugye Ferenc József két koronát hordott, ugye egyik értelemben ő volt a császár, a másik értelemben pedig, és erről szól 1867, ugye magyar király is volt. Na most a magyar király sokszor vitatkozott a császárral, az osztrák császárral, vagy a hazug császárral, többek között mondjuk a civil szervezetek, hogy megint mai terminológiát használjak, a civil szervezetek működtetésében. Magyarországon, hiszen magyar királyként magyar hagyományokat kellett követni, tolerálta a szabadkönyvességnek a működését, és olyan ütemben alakultak a páholyok, méghozzá mind az angol vonulathoz kapcsolódóan, mind a francia vonulathoz kapcsolódóan, hogy 1886-ban a két vonulathoz tartozó páholyok, kb. 1200 ember, azért az nem semmi, akkori viszonyok között, már létrehozták a magyarországi szimbolikus, ugye mert nem tényleges, szimbolikus szabadkőműves nagypáholy. Ugyanebben az időben Ausztriában nem engedélyezték a szabadkőművet, pontosabban ugye ennek a sajátos liberális konstrukciónak az elemeként nem azt mondta ki az adott gyülekezési törvény Ausztriában, hogy nem szabad, hanem kikötötte azt, hogy az állam képviselőjének mindig jelen kell lenni ezeken az összejöveteleken. Ez Magyarországon ilyen nem volt, hogy ilyen feltételek mellett nem vállalták a pályalakításokat, de ugye ez ilyen 19. századi és közép-kelet-európai túlélési titok, hogy létrejöttek úgynevezett határpáholyok. Tehát a monarchia két része közötti határon, tehát ezen a vidéken alakultak olyan páholyok, ahova átjártak az osztrákok, és itt vettek részt a páholy munkában, majd Bécsben pedig mondjuk baráti összejövetelen tartottak, tehát nem éltek szabadkönyves életet. Ez a határpáholyoknak az intézménye, ez egészen a monarchia összeomlásáig működött. Na most a 1886 után jött a magyarországi szabadkönyvességnek a fénykora. Ugye ha azt mondjuk, hogy a Angliában, Franciaországban a forradalom előtti, utáni időkben nagyon fontos szerepet játszott a szabadkönyvesség, Magyarországon ugye pont a 19. század vége, 20. század elején egy ilyen sajátos erjedés zajlik.
a változásnak a szeleit lehet érezni, hogy most, hogy hát nemzetiségi probléma, agrárium problémája, már most a szociáldemokraták elkezdenek szerveződni, választójog kérdés, ez a sok ilyen társadalmi és politikai probléma van, és ezekkel a hihetetlen gyorsasággal szaporodó szabadkönyves páholyok elkezdenek működni, elkezdenek foglalkozni. A század, tehát az első világháború előtti időszakra közel 100 páholy jött létre Magyarországon, és hát a levéltárakban nem lehet egész pontosan kimutatni, a becslés, hogy hány tag volt, az ilyen 8 és 10 ezer között van. Ami azért azt mutatja, hogy a magyarországi arisztokráciának, a magyarországi közigazgatásnak, polgárságnak, független értelmiségnek nagyon sok tagja találkozott ezekben a páholyokban. Épp ez a nagy dolog ezekben a páholyokban, akkor is és ma is, hogy az élet legkülönbözőbb területein tevékenykedő emberek, akik tágabb összefüggésekben is gondolkodnak, mint a mindennapi problémáik, egy jó lehetőséget találnak a eszmecserére, és hát adott esetben az együttműködésre. Na most ez a, ahogy az természetesen szokott lenni, ha van 10 000 ember és 100 páholy, azok differenciálódnak, ahogy nem csak Magyarországon, hanem máshol is kialakult, egy olyan szűk, és én, mint kutató ennek a révén kerültem ezzel a problémával kapcsolatba. Én a pályám elején a úgynevezett polgári radikalizmussal, vagy ahogy szerintem jobb nevezni, a radikális demokrata mozgalmakkal, Jászi Oszkárral, a 20. század című folyóirattal, ahogy olyan, akkor még olyan egyszerűnek tűnt a 70-80-as években, a progresszió, a 20. század elején magyarországi progresszió történetével kezdtem foglalkozni, és hát nem kell sokat foglalkozni erről a témakörrel, hogy az ember ne ütközzön bele a szabadkönyves páholyoknak a tevékenységébe, és hála jó Istennek, vagy ezt nehéz megítélni, de azért maradt meg a szabadkönyves páholyok agyatanyagának a nagy része, mert kétszer is elkobozták. Ugye egyszer elkobozták, amikor betiltották 1920-ban, és aztán még egyszer betiltották, és elkobozták viszont 1950-ben. És akik elkobozták, viszonylag rendet tartottak, és szépen a levéltárban, kivéve azt a részt, ami sajnos elégett 56-ban, de a lényeg az megmaradt. Tehát nagyon sok munkának a jegyzőkönyve, előadás, folyóiratok, kiadványok megmaradtak. Tehát egy ilyen vonulat, az nagyon intenzíven foglalkozott az akkori magyar társadalomnak alapkérdéseivel, és ezekből a vitákból akkor kikristályosodott egy nagy alapkérdés. Hát ugye ma visszanézve, hogy a történészek mindig okosabbak, mint a kortársak, de az akkor, okosabbnak tűnnek, de az akkor azért ez egy nagyon fontos dolognak tűnt, és ez az általános választójognak a kérdése volt. Na most ma már azért azt hiszem, hogy másképp látjuk a politikai részvételnek a jelentőségét, de akkor ez egy alapkérdésnek tűnt, hogy nincs egyenlő általános titkos választójog. Na most azt tudjuk már, hogy mikor az a birodalomnak az osztrák felében 1907-ben bevezetik az általános és titkos választójogot, ám de mivel limitálták, minden választójogot valamilyen módon limitálni kell, ugye jövedelemhez, iskolázottsághoz, stb. Mégsem volt legsokkal több a szavazásra jogosultaknak a száma, mint Magyarországon. Ebben együtt ez egy olyan politikai téma volt, aminek a megvalósításáért a szabadkönyvesek nagyon intenzíven, pontosan az adat egy része nagyon intenzíven fellépett. Úgy ilyen aktuális probléma volt a nemzetiségi kérdés, tehát hogy a nemzetiségekkel hogyan kell bánni, és egy kulcskérdés volt, ami aztán elszigetelte ezeknek a magukat progresszívnak mondó páholyokat a többiektől, egy nagyon erős antiklerikalizmus, ami az antifeudális beállítottsággal, tehát nem egy itt a meghatározó antiklerikalizmus, nem annyira a vallás ellenesség volt, hanem a
az, hogy a elsősorban a katolikus egyház hatalmas földbirtokokkal rendelkezett, és ennek a gondolatrendszernek egy fontos eleme volt, hogy a magyar társadalom forrásainak a morbus latifundi, ugye a nagybirtokoknak által okozott betegség, ez az egyik fő forrás. És ebből meglehetősen elszigetelte magát ez a csoport, de mégis, amikor aztán a politikai cselekvés lehetősége felcsillant 1918-ban, az őszirózsás forradalom idején, amikor a légi struktúrák összeomlanak és hirtelen kell új struktúrákat felépíteni, akkor ebből a magát progresszívnak mondott szabadkönyves körből nagyon sokan kerültek be a politikai cselekvés körébe. Ilyenek ehhez kapcsolódott, ugye ma megint többet beszélünk egy kicsit a galilei körnek, tehát a hozzájuk gondoló tevékenysége, tehát ehhez a progresszívnek minősíthető körhöz kapcsolódó diákoknak a köre. Na most ehhez kötődik azután egy a magyarországi szabadkönyvességhez kapcsolódó, leggyakrabban hangoztatott előítélet, hogy, és van olyan kollégám, aki ezt kőkeményen képviseli ezt a vonalat, hogy tulajdonképpen a történeti Magyarország felbomlasztásában a szabadkönyvesek éppen ezekkel a gondolatoknak a révén fontos szerepet játszottak. Ez több okból nem stimmel, mert nem ők irányították mondjuk a politikát az első világháború előtt és alatt Magyarországon. Nem volt lehetőségük arra, hogy alapkérdésekben döntsenek, viszont egy kialakult vákumhelyzetben megpróbálták a tudásukat bevetni. Ez az egyik csoport, a másik pedig az, hogy a kőműves szabadkőműveség nagyobb része elhatárolta magát a szabadkőművesek eme csoportjától. Tehát mondjuk, ha 8-10 ezernek minőségi számot elfogadjuk, annak maximum 10-20%-a, de az is sok, aki inkább ehhez a radikálisabb körhöz tartozott. Ezzel együtt, ugye 18-19 után az új rendszer veszélyesnek ítélte a szabadkönyvesség tevékenységét, betiltotta, és ekkor egy sajátos új helyzet állt elő, hogy azok a magyar szabadkönyvesek, akik annak idején otthon tartottak az osztrák szabadkönyveseknek a határpályában, most irányváltás történt, mert Ausztriában, a két háború közötti Ausztriában viszont legális volt a szabadkönyvesség, és azért a Horthy rendszer sokszínűségéhez hozzátartozik az is, hogy ha be volt tiltva a szabadkönyvesség, senki sem korlátozta a szabadkönyveseket abban, hogy Bécsbe menjenek munkára, valamint a Royal Kávéházban a pincér pontosan megmutatta, hogy ott tetszik találni a szabadkönyveseket minden szerdán 6-tól 9-ig, de és ebben együtt nem történt semmi. Tehát ez is egy nagyon-nagyon-nagyon sokszínű rendszer volt. A háború ugye sok szabadkönyvet is elsodol, de már 45 után a Podmanicki utcai Páholyházban, mert ugye a századfordulói nagy társadalmi befolyás, presztízs, anyagi erőt is jelentett, és a volt Rudas László, tehát korosztálya válogatja, ugye kinek milyen utca, tehát a legöregebbeknek Podmanicki utca, aztán Rudas László utca, a fiataloknak pedig Podmanicki utca, tehát a nyugati pályaudvar mellett egy nagyon impozáns Páholyház épült, amely teljes mértékben megfelelt ugye a rituális elvárásoknak, és hát ennek a nagy lépszámnak. És természetesen nem csak Budapesten voltak ilyen házak, hanem az ország nagyon sok részén is. 45 már márciusában, tehát még zajlottak errefelé ugye a harcok, már márciusában Budapesten elkezdtek gyülekezni a kőművesek, és 1950-re már olyan 1500 körüli 30-40 pályában 1500
szabadkőben dolgozott. Az utolsó nagymester egy nagyon nagy tekintélyű személyiség volt, főleg akkor már nem nagypolgárok, hanem inkább értelmiségek, nagy tekintélyű értelmiségek vezették. Talán ismert ebben a körben Benedek Marcelnek a neve, aki egy író és irodalom történész volt, erdélyi, és ő volt az utolsó nagymester, aki mindent megtett azért, hogy életben tartsa a szabadkőművességet, de hát az az idézet, amit azt ugye nem abban az időben írták, amit az elején felolvastam, mert Trocki írta 1921-ben, nagyjából, hogy ha Trocki ugye nem volt egy nagyon komilfó személyiség, akkor de mégiscsak mondjuk ezeknek az elveknek a jegyében betiltották. De ugye Rákosi Mátyás a Galilei körben fontos szerepet játszott annak idején, és ugye sok embert, aki a 40-50 között a kőművességben működött, jól ismert. És a betiltás az azt jelentette, hogy elkobozták a pálolyházat, elkobozták az iratanyagot, de azért, mert valaki kőműves lett volna, semmilyen bántódása nem volt a Rákosi korszakban sem, és a kávéházi összejövetelek, sőt, egy kisebb mértékben egy karitatív tevékenység is folytatódott, mégpedig úgy, hogy ez inkább az 56 után bontakozott ki, hogy nyugati testvérek, tehát már szabadkőművesek küldtek olyan anyagi támogatást, ami például aztán a kesztyűt felmutató nővéreknek, emlékeznek az elejére, mondtam, hogy a bajba jut egy nővér a szabadkőműves halál után felmutatott, jó néhány özvegyet segítettek nagyon-nagyon sokáig. A Benedek Marcel utolsó üzenete, ami a szabadkőműveseknek az volt, hogy minden évben, és az utolsó aktív év az 1950 volt, tehát júniusban tiltották be, tehát a 49-50-es munkév akkor zárult le, és ilyenkor egy ilyen jelszót kell kiadni, és az ő jelsz, ami annak is van egy ilyen szép is rituálja, hogy egymás fülében súgják, tehát nincs kimondva, de mindenki hallja. Halkan. És a rendületlenül volt ez az utolsó jelszó, és egészen 1989-ig ilyen, hát ilyen tűrt formában néhány tucat idős embernek a vezetésével ez a tevékenység folytatódott. Aztán jött a rendszerváltás, megelőző és a rendszerkörüli idő, akkor az egyesületi törvénynek az alapján újra megalakulhatott a magyarországi szabadkőművesség, de aztán először az angol irányzat, utána a francia irányzat, természetesen sokkal szerényebb körülmények között, sokkal visszafogottabban. Ma talán a két irányzata lehet összesen 4-500 ember. És természetesen a karitatív tevékenység is visszafogottabb, a magyar milliárdosok közül kevesen jelentkeztek, de sosem lehet tudni. Tehát minden esetre abszolút nyilvánosan zajlik ez a tevékenység, és azokat az elveket próbálja követni, amelyekről az elején beszéltem. Hadd foglaljam össze, tehát ugye először felolvastam néhány definíciót, azt hiszem, hogy ezeknek a definícióknak a különböző elemeire visszatértem. Akármilyen irányzatú, akármilyen vitákba belekeveredő egyéb páholy, azért a filozófia, a filantrópia és a progresszió megfelelő vonulatának a keresése a mai napig mindenhol érvényes. Ugyanígy érvényes, és lenne ez is végighúzódott az előadáson, ez a durva kő csiszulásának a motívuma, tehát hogy és ez nagyon elgondolkoztató, tehát hogy az egyének tökéletesítése vihet a jobb társadalom felé, ugye, és mi az egyének tökéletesítésnek a legfontosabb műhelye, az iskola. Tehát nagyon sokat foglalkozik a szabadkőművesség a iskolarendszerekkel, az iskolán kívüli művelődéssel, általában a művelődésnek a problémájával. Ma már a
civil társadalom működésének a legkülönbözőbb formában történő, nem politikai jellegű együttműködésnek, egyesület alakításnak számtalan formája lehetséges. Ezért is nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy jövője lenne Magyarországon, sőt általában sem a szabadkönyvesnek, azonban jelen van Ausztriában mondjuk, ami hát sokkal jobb körülmények között tudta feleleveníteni a szabadkönyves tevékenységet. Ma kb. 2000 szabadkönyves van, ami azért ahhoz képest, hogy ott milyen szabadkönyvességek szabadkönyves, négyszer-ötször annyi van, az teljesen reális. Vannak, Amerikában ugye millió számra vannak, tehát ők másképp értelmezik, de minden esetre ennek olyan filozófiai és etikai üzenete van ennek a, és ez az utolsó gondolat, ennek a testvériségnek, amely azt hiszem, hogy ezen az intellektuális szinten nagy jövőre számíthat. Tehát testvériség a páholyokban lévő szabadkönyvesek egymás testvérnek szokták szólítani, és az egész szervezet rendszert is testvériségnek, a szónak természetesen a metaforikus általánosabb értelmében, de ahogy testvérek között sem ritka a konfliktus, ugyanúgy a szabadkönyvesség is egy olyan testvériség, amelybe a konfliktusok beleférnek, de azért a legrosszabb családban a legrosszabb testvérek is időnként rádöbbennek arra, hogy ők testvérek. Köszönöm szépen a figyelmet!